Sziasztok, sziasztok, itt Vega Gina. Tartsatok velem a mai kis videóban. Ez most végre újra egy kis főzős videó lesz, bár megmondom őszintén, hogy amiket előkészítettem, azokból csak egyetlen dolog biztos, hogy mi fog elkészülni, az összes többit még nem tudom. Vágjunk bele! Fő nekem egy kiló mirelit kukorica, teljesen ráálltunk a krémlevesekre, úgyhogy ezeket általában mirelit zöldségből készítem el. Egy kilónyit megcsinálok, és igazából ez több napon keresztül elég nekünk levesgyanánt. Nehezen ununk meg dolgokat, tehát nálam könnyen kivitelezhető az, hogy akár 4-5 napon keresztül ugyanazt a levest fogyasszuk el. Persze azért olyat kell készíteni, amit mindenféleképpen nagyon szeretsz, úgyhogy amit nem szeretsz, azzal ne kísérletezz. Most a kukoricát fogom elkészíteni, ilyet még nem készítettem el, igazából csak vízben van megfőzve a mirelit kukorica, fel fogom önteni még egy 2 decinyi növényi tejjel, jelen esetben rizs tejjel, és nagyon sok petrezselyemmel fogom ízesíteni, ételízesítőt tettem hozzá, tehát nem csak sót, hanem egy ilyen adalékmentes és ízfokozómentes, sómentes ételízesítővel. Össze fogom turmixolni, nem teljesen, tehát szeretném, hogyha maradnának benne azért kukoricaszemek, és meglátjuk, megmondom őszintén, hogy egyelőre nem tudom elképzelni, hogy milyen ízű lesz. Kukorica esetében nagyon szeretem a paradicsomlevest elkészíteni, és ugye van, aki tésztát tesz bele, láttam már olyan helyet, ahol rizst tesznek bele, én a kukoricát teszem bele, és ez egy, tulajdonképpen ez egy ilyen mexikói erős kukoricaleves, mert a kukorica a betét benne, nagyon szeretjük, de most ezt egy kicsit így untam, úgyhogy most ez egy új recept lesz, és meglátom, hogy milyen ízű lesz. Hát a csemege kukoricát ugye nagyon szeretjük megfőzve, salátákba beletéve, meglátjuk, hogy ezt hogy kell ízesíteni, de hát biztos, hogy valami finom fog végülis ki, nem kisülni, hanem kifőni belőle. Aztán itt a nagyobbik lábasban bulgurt készítettem el, 2 pohárnyit, és ugye ez eléggé megfő, többszörösére megnő. Érdemes elővenni, teljesen mindegy, hogy milyen táplálkozást követsz, cseréld le a rizst és próbálkozz a bulgurral is. A bulgur egy nagyon érdekes gabonaféle, érdemes ezt is egy kicsit vízben áztatni, hogy a keményítő jöjjön ki belőle, és az édességektől kezdve a köreten át, salátába, fasírt adalékanyagnak, azon felül, hogy egészséges, sokféleképpen lehet ízesíteni, tehát akár édes, akár sós ízt akarsz elérni. Nekem most az a szándékom egyébként, hogy ebből egy köret lesz, úgyhogy most nem mertem semmit hozzátenni, csak sós vízben főtt meg. 10 percnél tovább nem érdemes főzni, utána egy szépen magára kell hagyni, dupla mennyiségű vízbe főztem meg, most ő pihen és még puhul, illetve magába szívja még azt a kis vizet, ami ott maradt. Illetve ebben a kis műanyag tálkában nekem jelenleg lencse ázik egy kicsit, ebből pedig fasírtot fogok elkészíteni. Szóval ez a terv, hogy kukoricakrémleves, bulgur, de még megmondom őszintén, nem tudom, hogy köret lesz, vagy inkább csinálok egy kis friss zöldségekből, paradicsom, paprika, uborka, sörretek, és akkor csak hozzáteszem a bulgurt, ez még majd kiderül. Ez attól teszem függővé egyébként, hogy milyen ízűre fog sikerülni nekem ez a lencsefasírt. Itt szintén egy új receptet próbálok ki, úgyhogy meglátjuk, hogy mi sül ki a végére, tartsatok velem és meglátjuk. Most jött el a pillanat egyébként, hogy a kukorica szerintem megfőtt. Most én ilyen rizs italt fogok hozzátölteni 2 decinyit. Összeturmixolom, és akkor utána fog hozzákerülni a petrezselyem, meg még meglátom, hogy milyen fűszert fogok hozzátenni.
kóstolás. Megmutatom nektek, hogy ez ilyen darabos, mindenki kénye kedve szerint összetúr, mixolhatja még jobban, vagy akár átszűrheti, sőt, ha úgy szeretett a krémlevest, hogy teljesen krémes legyen és ne legyen darabos, akkor azt javaslom esetleg, hogy amikor megfőtt a kukorica, akkor egy pár szemet vegyél ki belőle, azt bele is teheted, szerintem izgalmasabb úgy, és akkor a többit teljesen krémesre összetúrmixolod. Mi szeretjük a zöld borsó krémlevest is úgy készítem, hogy krémesítem, de minket nem zavar, hogyha vannak benne ilyen darabok. A só és az ételízesítő már egy finom ízt adott neki, úgyhogy ez tök jó. Most mirelit petrezselyemmel fogom ízesíteni. Ez jó is, hogy előkerült. Az Aldiban tudtok vásárolni 2 vagy 3 féle ilyen mirelit zöld fűszert, ami fantasztikus dolog, mégsem szárított, télen is előveszed, ugye gyönyörű színe van levesekbe, és ez most csak petrezselyem, de van még 2 fajta, amiben mondjuk van oregano, kakukkfű, tehát ilyen fűszerkeverék tulajdonképpen zöld fűszerekből, úgyhogy érdemes, most nem akarok butaságot mondani, szerintem 300-400 forint körül van egy csomaggal, 75 grammos, de sokáig elég, úgyhogy bátran próbáljátok ki. És ebben a kis sárga levesben kifejezetten jól fog kinézni egy kis zöld szín. Hát én ezt most már beleteszem, már eleve nem sok van. Csilipehely. Ezzel nagyon óvatosan kell bánni. Én szeretem a csípős ízt, de az erőset nem. Úgyhogy csak egy picit fogok beletenni, és akkor amikor fogyasztod, akkor bátra lehet még hozzáadni. Most békén hagyom ezt egy kicsit, hogy a csili megpuhuljon, és a leves átvegye az ízét, úgyhogy nem szeretnék átesni a ló túloldalára, úgyhogy ezzel várok egy kicsit, mielőtt tovább fűszerezném. De ezt egyébként elkészültnek tekinthetjük. Ez azért ilyen fantasztikus dolog, mert mindenféle előkészület nélkül ilyen jó kis pergős bulgurt tudsz elkészíteni. Leszűröm a lencsét. Én a lencsefőzéshez mindig teszek babérlevelet, teljesen mindegy, hogy mi fog elkészülni a lencséből. Búcsok, hatalmas kiszerelés. Egyébként megkóstolva a bulgurt, olyan túl egyhangú. Szóval azt hiszem, hogy az a változat fog jönni, hogy mindenféleképpen fogok hozzátenni, bele fogok kockázni paprikát. Nem tudom, hogy ki mennyire van tisztában vele a mindennapokban, vagy alkalmazza-e a színeket, mert annak is nagyon nagy jelentősége van, hogy milyen színű ételeket fogyasztunk. Természetesen a legfantasztikusabb és legegészségesebb dolog az, amikor minél több színt felhasználsz az étkezések során, és a színekben is a minél sötétebb színeknek van jelentősége. Úgyhogy lesz egy jó kis sárga kukorica levesünk, amiben a zöld petrezselyem és a piros csili pehely fog úszkálni. Ez az egy biztos és készen is van. Esetleg még egy kis utóízesítés vár rá. A bulgurba bele fog kerülni, azt hiszem van piros és zöld kaliforniai paprikám is, de minél inkább belegondolok, annál nagyobb valószínűséggel több zöldség fog belekerülni, és ugye lesz a lencse fasírtunk, van egy kis kovászos uborka maradék a hűtőben,
úgyhogy nem akarom nagyon, nagyon zöldségesre, salátásra, akármilyen ízűre vinni a történetet, hogy azért a kovászos uborka íze passzoljon ehhez az egészhez. Tadám! És még van itt reggeliből megmaradt zöld színű kaliforniai paprika, most sajnos sárga pont nincs itthon, és azt hiszem, hogy most ránéztem a lilahagymára, hogy lehet, hogy a lila szín miatt egy kis lilahagymát is teszek bele. Hát így indul a főzés egyébként, amikor nincs konkrét elhatározás, konkrét recept, ráadásul most én új recepteket próbálok ki, hogy így menet közben alakul az egész, de szerintem így van ez jól. Szóval paprika. Egyébként annyi lett a bulgurból, hogy nem fogom az egészet felhasználni, hanem valamennyit most elkészítek salátához, vagy salátának tulajdonképpen, mert ugye ez lett a tulajdonképpen a... De nem is jó szó, hogy saláta, mert nem saláta lesz, szóval a bulgur, mint köretet kiegészítem egy kis színnel, egy kis friss paprikával. Illatozik a finom lencse. Szóval akkor úgy döntöttem, hogy a mostani ebédhez kiveszek valamennyi bulgurt. Még egyet. Ennyi. Többit békén vagyok. És akkor ehhez jöhet a paprika. Most a hátul lévő rumlival nem foglalkozom. Jó lesz. A lencse pasírthoz szükségünk lesz lilahagymára, fokhagymára. Ha ezek kellenek bele, már nagy bajunk nem lesz, igaz? Én 3 gerezdet gondoltam hozzátenni. Zabbehely kell a lencsepasírthoz, de ezt egy kicsit lisztél fogjuk örölni. Ez egy bögrényi zabtehely, és ez az apró szeműből van. Ennyi a történet, elő van készítve. Jaj, isteni illat! Nézzük, hogy állunk ezzel. Ezen sajnos nekem maradt víz, úgyhogy ezt most le fogom szűrni. 2 bögrényi lencsét fogok most leszűrni, mert ahhoz jön az 1 bögre zabtehely. Főtt lencse. Ehhez jön az 1 bögrényi, szinte zablisztté őrölt zabtehely.
Most ezt minek mértem le? Ne kérdezzétek. Hagyjuk, jó? Fogjuk arra, hogy szőkelettem. Ezt itt hagyom, hogy a nedvességet magába szívni még van. És ezt akár krumpli nyomóval össze lehet nyomni, vagy akár valamelyik kis darálógépedbe az egész cuccot, ha összeturmixolod, az is egy megoldás lehet. Leszűrtem a többi lecsét, és annak még nem tudom, mi lesz a sorsa. Most azért csinálom ezt pontosan kimérve, mert mániám állandóan kísérletezgetni, új receptek esetében is nem mindig javasol. Úgyhogy most odafigyelek. A lilahagymát egy kicsit megpárolom a fokhagymával. Tulajdonképpen annyira megfőztem a lencsét, hogy ehhez sem krumpli nyomó nem kell, sem pedig túlmixolni, így a keverés közben egyszerűen össze lehet dolgozni, nagyon jól össze fog állni nekünk. Ezért is szeretek egyébként lencsét készíteni, akár főzeléket, mert kicsit tovább főződ és már is önmagát besűríti. Amíg a hagymánk itt elkészül, addig fűszerezzük egy kicsit. Rumli hátán rumli. De szerintem csak így lehet. Én veszek egy kis fekete borsot. Bazsalikon kapunk fűt. Olyan kevés, hogy ezt ide szórjuk. Hű, ez időközben nagyon száraz lett, úgyhogy paradicsompüré eleve kell bele, úgyhogy most teszünk is hozzá. Aldi, én ezt szeretem, mert visszazárod, aztán használható tovább. És konzerveket nem szeretem. Kettő evőkanálnyi. Még a Béla kezemmel. És én veszek bele egy kis darácsanája paprikát is. Csak egy ilyen fél evőkanálnyi. Füstölt piros paprika. Ez ízlés kérdése, illetve hogy milyen színt szeretnél elérni. Hát, most már talán nem forró, úgyhogy én bele munkálok kézzel. Na, most már lehet dolgozni vele. Nagyon száraznak, és egyébként sorvannak tűnik. Köszönöm, de jöhet a fokhagyma. Hozzáteszem a hagymát, fokhagymát. És most nem nyúlom bele, kicsit nem. Már is jobb az illat. Sütőt közben bekapcsoltam 200 fokra,
tepsiben fogjuk megsütni ezeket a fasírkákat. Végül is bazsalikomot én nem tettem bele, de akkor is sérenzik hozzá. Érdemes vizes kézzel formázni a kis gulyócskákat. Mondjuk legyenek ekkorák, ízlés kérdése ez is. Szerintem az fontos, hogy ne olajban készüljön, de egyébként a méretét, vagy ha te valami lapos kis pogácsákat szeretnél, akkor azt is mindenféleképpen, az is megoldható. És most, hogy így megkóstoltam, hogy mennyire száraz, persze más jellege lesz, amikor megsül. Én azt hiszem, hogy tovább bonyolítom a burgur köretemet, és azt hiszem, hogy paradicsomot is fogok rákockázni. Szóval akárki akármit mond, ez a vegán konyha nagyon-nagyon csodálatos. Most nekem egy kicsit tovább tartott, mindig hirdetem, hogy alapjaiban kevesebb időt töltünk a konyhában, mint hogyha hús készülne el, de mondjuk, ha nincs semmi előkészítve, mint ahogy most nekem még ötlet se volt egyébként egészen a kezdésig, úgy persze sokáig tart az egész. Nem rossz ötlet egyébként azt megvalósítani, hogy van, aki annyira előre dolgozik, és tulajdonképpen nagyon jól csinálja, pláne, hogyha munkahelye van, tehát eljár dolgozni, hogy a szombat vagy vasárnap, tehát több mindegy, heti egy nap azzal foglalkozik, hogy előkészületeket tesz a konyhába. Ez azt jelenti, hogy akár hagymát, lilahagymát, vöröshagymát, teljesen mindegy, amit használsz, azt mondjuk előre elkészít, de nem csak hogy megtisztítva, hanem mondjuk le van párolva előre, hagyma, fokhagyma, előre meg van főzve és dobozolva hüvelyesek, mert ugye az elég sok időt elvehet, bár mindig azt mondom, hogy érdemes egy kuktára beruházni, és abban ilyen maximum fél óra, attól függően, hogy mit készítesz, elkészül, természetesen, ha előtte egy éjszakát beáztattad. De szóval akár érdemes lehet heti egy pár órát rászánni arra, hogy előre megfőz az ember hüvelyeseket. Ha te annyira jó vagy, hogy előre megtervezed a heti menüdet, akkor úgy egyszerűbb, vagy egyáltalán figyelembe veszed a szokásaidat, ahhoz mérten elkészített, hogy mindig legyen a hűtőbe bedobozolva főtt csicseri borsó, és ugye abból menet közben humusz, különféle krémeket elkészíthetsz, vagy most pont láttam, valaki csicseri borsó főzeléket készített. Nekem annyira humusz és falafel a csicseri borsó, hogy megmondom őszintén, még egyszer sem jutott eszembe, hogy én főzeléket készítsek belőle. Egyébként így ránézés, írtóra tetszenek nekem ezek a kis fasírtok, úgyhogy ezt érdemes ezt a receptet megjegyezni, és továbbfejleszteni, mert most, ahogy így nézem, bizony ebbe, most nekem pont nincs itthon, de nagyon-nagyon jól nézett volna ki, és az összetevői alapján is tökéletes lett volna ebbe a receptbe az a Mirelit zöld fűszer keverék, amiről beszéltem, hogy abban is van lilahagyma, azt hiszem kakukkfű, rozmarin, bazsalikom, nem tudom, tehát többféle, ebbe fantasztikusan jól nézett volna ki, tehát most már mindegy, később bánat. Na, itt a végére érünk a formázásnak. Hát azt hagyjuk, hogy mennyire lettek egyformák, de nem viszem őket szépségversenyre.
Hát, na azért. Azért a szép érzékemet csak bántja némelyik. Szeretem légkeverésre tenni a sütőt, amíg bemelegszik, mert gyorsabban ne bemelegszik. 2, 4, 5, 2, 4. Hát ebből az adagból kis 20 darab gombócom lett a zsirkám. És egyébként 25 dekás lencsét főztem meg, de szerintem körülbelül a felét szedtem ki most a fasírthoz, és a másik fele pedig az úgy ott maradt, és lehet ugyanez lesz a sorsa más fűszerezéssel. És tulajdonképpen most, ha belegondolok, akkor ez egy teljes értékű ebéd, tehát a teljes értékű növényi étrendbe beilleszthető, mert nem használtuk, de a rizs ital miatt nem, de ha mondjuk ezt egy házi zabtejjel készítetted volna el, vagy én azzal, mert egyébként itt van, elám, előbb eszembe jut, most már mindegy, tehát ha házi tejet teszel hozzá, akkor ez beilleszthető a teljes értékű növényi étrendbe. Teszek paradicsomot a hagyjuk melegedni. Katasztrófa romlja, amikor ilyenkor van a konyhában ez a mocsok, ez a minden, de hát mindegy, majd ebéd után azonnal elpakolok innen. Egyébként az eredeti recepthez van a fasírban sörélesztőpehely, szójaszósz, meg még egy-két hozzávaló, de én ezeket nem tettem most bele. Na, ő vár, újra hozzuk a szeretelőt, és paradicsom. Csak itt két paradicsomot fogok beletenni. Természetesen az arányokon lehet változtatni, tehát most ez tulajdonképpen egy bulgur köret és feltuningolva zöldségekkel, de fordítottan is lehet elkészíteni, hogy készítesz egy salátát, és csak egy kevés bulgurral egészíted ki. Én most azért választom ezt a fajtát, hogy inkább a bulgur legyen több, mint a zöldség, mert kalászos uborkát szeretnék enni ehhez az egészhez. Nem akarok lilahagymát belevágni, de a hagyma íz az nagyon jó esne, úgyhogy egy kis körös hagyma kort fogok beleszórni. Már mondjuk a lilahagyma jól néz neki benne, ha már szín. Nagy takarítás lesz a főzés után. Ez hiányzott hozzá, de még egy kis sóke. Így mégiscsak olyan frissebb lett a kis bors. Na, így most már tuti jó lesz. Elértem 200 fokot. Úgyhogy alsó-felső sütésre teszem, bemegy a sütőbe.
körülbelül 12-13 percet fog sülni, akkor egy kicsit mozdítunk rajta, hogy a másik fele is ugyanúgy süljön, és ott még ugyanígy 13 perc. Amíg ez elkészül, addig megszüntetem a háborús viszonyokat, amik itt időközben történtek észrevétlenül. Tartsatok velem, a tálalás félig megtörtént, még annyi zajlik itt bent, hogy ott sülnek a fasirtkák még egy pár percig, de én elkezdtem a tálalást. Ugye itt van a gyönyörű bulgurunk zöldségekkel kiegészítve, és a tálalás már annyira megvan, hogy kovászos uborkával. Az én kovászos uborkám az fokhagymával készített, ez pedig nem fokhagymával van készítve. Hát a kukorica krémleves az lehet, hogy nem sokaknak tetszik akár, mert kicsit fura kinézete van, egyébként brutál finom, de majd mindjárt ehhez még hozzáfűzök valamit. Szóval ránézésre lehet, hogy nem tűnik túl bizalomgerjesztőnek ez a kukorica krémleves, de nagyon finom íze van, meglepő, úgyhogy szerintem ez nálunk állandóan lesz, de mi így szeretjük ilyen darabosra, de bátran turmixol tovább, hogyha neked nem tetszik. Illetve amit még szeretnék megmutatni nektek, hogy itt láthattátok, hogy körülbelül mennyi adagot tálaltam ki most, és ehhez képest, ugye, amit tudni kell ezekről a kajákról, lett 4 liternyi kukoricakrémleves, a bulgurból ilyen sok megmaradt, illetve a megfőtt lencsének csak a felét használtam el a fasírtgolyókra, amiből ugye 20 darab fasírtgolyó lett. Tehát tulajdonképpen 2 bögrényi bulgurt készítettem el, 25 dekányi lencsét főztem meg, és 1 kg mirelit kukoricát. Most ebből van egy kiadós ebédünk, de szóval igazából attól függően, hogy ki hány embert etett a háztartásában, ezek több napra elegendő mennyiségek, amiket most elkészítettem, és most ezt azért tartottam fontosnak, hogy elmondjam, hogy sokan félnek attól, hogy drága a vegán konyha, úgyhogy nem drága a vegán konyha egyáltalán. Ha azokat a természetes alapanyagokat vásárolod meg, amiket a természet adott nekünk, és nem feldolgozott termékeket, akkor bizony sokkal olcsóbban fogod elkészíteni az ételeidet. És érdemes kísérletezni, most én kipróbáltam így ezt a bulgurt, ez most 1-2 étkezésre nekünk, sőt lehet, hogy 3-ra megkockáztatom, elég lesz, de az is lehet, hogy estére már fel fog cserélődni ez, amit én mondtam nektek, hogy most ez egy köret a zöldségekkel feltuningulva, lehet a vacsorára, lehet, hogy a vacsorához is ezt fogjuk enni, csak éppen totálisan telepakolom még zöldségekkel, hogy a bulgur az csak úgy kevés legyen benne, tehát szerepet cserélnek a zöldségekkel. Hihetetlen nagy lehetőségek vannak a vegán konyhában, sokkal-sokkal izgalmasabb, színesebb, illatosabb, mint hogyha állati terméket készítenél el, és ez egy ilyen fantasztikus utazás, aki belevág, az biztosra veszem, hogy nem igazán lesz kedve visszatérni a húsfogyasztáshoz. Hát remélem tetszett ez a kis videó, vissza kell rázódnom újra a főzős videókba, de most úgy gondoltam, hogy itt nem lesznek előkészületek meg na, lett, amilyen lett, de remélem, hogy örültök neki, és esetleg ti is elkészítitek ezt a finom kis ebédet. Sziasztok!